megszavazta az országgyűlés a munkatörvénykönyvének módosítását, vagy másképpen fogalmazva a kormány szintet lépett a munkavállalók kizsákmányolásának terén. Ugyanis olyan módosításokról van szó, mint hogy például adott esetben egy munkavállaló nem dönthet még a 7 szabad napjáról sem, hogy azt hogyan kívánja kivenni. A Mi Hazánk mozgalom egyébként ezt a 7 napot is kevésnek tartja, és mi azt szeretnénk, hogyha legalább a szabadnapjainak a feléről tudna rendelkezni Magyarországon egy dolgozó. Felháborító az a módosítás is, hogy a megváltozott egészségügyi állapotuk miatt azokat a dolgozókat, akik már nem tudják ellátni feladatukat, gyakorlatilag felmondásra lehetne kényszeríteni, de a gyakorlatban ez inkább úgy néz ki, hogy végkielégítés nélkül ki lehetne rúgni. De keveseljük a 10 nap apaszabadságot is, ráadásul ezt olyan módon hozták meg, hogy a 6. naptól csak a távolléti díj 40%-a jár. Novák előtt képviselőnk javaslata alapján mi viszont követeljük, hogy a 100%-a járjon, és egy havi apaszabadságról lehessen szó. Jól látható tehát az elmúlt 12 évben körvonalazódik erősen, hogy a Fidesz egy magyar dolgozó ellenes rendszert épített ki a multik kedvéért. Mi továbbra is képviselni fogjuk a magyar dolgozók hangját a parlamentben, az utcán, minden lehetséges fronton, és megígérjük, amennyiben lehetőségünk lesz rá, akkor javaslataink szellemében, amely a magyar dolgozókat szolgálja, ezt a módosítást meg fogjuk semmisíteni, és be fogjuk vezetni a mi dolgozóbarát javaslatainkat.